Na hát, üdvözlök mindenkit, sziasztok, én Ervovok, és srácok, ti nem tudjátok pontosan, vagy hogyha esetleg néztétek az előző live-ot, magyarán azt a hardcore-os live-ot, amit Sleepy-vel vettem fel, na, abban elmondtam, hogy az elsődleges videó, vagy hát a következő videó, az egy OBS tutoriál lesz, vagyis hát annyit mondtam, hogy tutoriál, de egy OBS tutoriál lesz. Megmutatom nektek ebben a videóban, hogy hogyan kell esetleg olyat csinálni, ami tegyük föl itt van a live-ban, hogy legyen például live számláló, vagy feliratkozó cél, akkor hogy tudjátok berakni a nézőszámlálót, meg ilyenek, stb. Hogy hogyan tudjátok esetleg az időzítőt berakni ide a részleket. Akkor a legelső lépés. Minden link lent lesz a leírásban. Az első lépés, beírjátok a Google-ba, hogy OBS, vagy magyarán Open Broadcaster. Hát magyarán beírjátok, hogy OBS, kidobja a legelső linket, és itt van. De viszont minden linket szintén lerakok a leírásba, szóval nem kell semmit panikolni. Na tegyük, hogyha Windows-osok vagytok, akkor itt tudjátok erre rákattintotok, és itt van, hogy Windows 7, 8, 8.1 és 10. És akkor itt vagy rákattintotok, és telepítés, vagy BitTorrenten, vagy ZipFi-ban, vagy GitHub-on. Viszont, hogyha Macintos rendszerrel rendelkeztek, például itt van a 10.10-es verzió, vagy újabbal, a 10.10-es elég régi, most azt hiszem 12 pont, nem 11 pont, nem tudom. Ugyanígy letöltitek, vagy a telepítővel, vagy a BitTorrentessel, vagy itt van a szintén. És akkor az utolsó verzió pedig a Linux, ugyanígy tudjátok indítani, ugyanígy a szerkezet instrukciók, vagy a GitHub-ban. Na, de akkor körülbelül ennyi lenne az a bemutató részleg, és akkor menjünk szépen át a Palix oficiál részlegére. Na, de először akkor itt van egy like. Ide beírjátok a like-hoz a YouTube, vagy a live ID-t. Magyarán, de itt például tudjátok színezni mindig a fekete, és így a full fehérre szoktam általában állítani, és akkor olyan lesz. Most tegyük fel, beírjuk YouTube-ra azt, hogy jó, most éppen videóját és Zsolti éppen nyomatja. Na, itt van, akkor most tegyük fel, most van neki 333 like-ja. A live ID pedig itt van az egyenlőség jel után. Mindenestől kell kijelölnetek itt ezt. Ide beírjátok a live ID-t, nyomtok egy kész, és ahány live van jelenleg a live-on, annyit fog ide kiírni. Viszont nem ezt kell kijelölnetek, hanem jobbklik, nyitás új lapon, és ezt, ami itt most kidobott linket, ide jöttök, másoljátok, ide jöttök erre az OBS-re, nyomtok egy jobbklikket ide, hozzáadás, böngésző, elnevezhetitek úgy, hogy like jelző, tegyük föl, név már használt, jó, akkor beírjuk azt, hogy like, így, most megjelenik itt ez a kis ikon, azt ide kontrollvézitek, és ott van az a részleg, és akkor itt van már a like arány, mindig változik, látjátok, megint kapott egy like-ot, és megint növekedett. Ide kattintotok erre a kis pöttyre, amit itt láttok, hogyha hosszan, akkor bírjátok itt irányítani, viszont ha lenyomjátok az Alt gombot, akkor tudjátok, az Alt gombot, az Altot hosszan nyomjátok is úgy viszitek össze, akkor ezt tudjátok szabályozni. Na, akkor a like megvan, legyen a feliratkozás, tegyük fel, maradjunk, ne is a feliratkozás legyen előtte, hanem visszajövünk. Alex. Nézzük a néző részlegét, ugyanígy beállítjuk ezt feketére, ugyanígy ezt beállítjuk fehérre. Amúgy itt van fönt ez a részlet, szóval ha látjátok, hogy itt ilyen szint választunk, akkor az ott így, és ilyen színre változtatjuk, akkor itt fönt meg fog jelenni, hogy lássátok, hogy milyen színhez szeretnétek arányítani. Na, ugyanígy ide jövünk, és akkor a live ID cím... Nem lesz jó. Ugyanígy kijelöljük innen a live ID-t. Dobunk egy Ctrl-V-t, és nyomunk egy kész. Jelenleg neki 436 nézője van. Magyarán pontosan a live-on. Megint ugyanígy jobb klik, és akkor megnyitjátok újra.
És akkor itt a linket kimásoljátok, visszajöttök ide az OBS-be, ugyanígy dobtok egy jobbklik hozzáadás böngésző, és legyen az, hogy nézők, így, szintén jobbklik, és akkor izé, beillesztés, szépen ide most tegyük, én ide szoktam általában rakni, de szintén, most hát nem pont oda szoktam, de na, ezt ugyanígy elbírjátok alakítani, és akkor ezt ugyanígy bírjátok szabályozni, hogy hova akarjátok. Nézők, lájkok. És akkor jöhet, akkor itt van, hogy feliratkozók. Ide jövünk, ugyanígy ezt beállítjuk a színeket, a színarányától kezdve mindent, ugyanígy a fehért, a feketét, jó, én nekem ez, nem kötelező nektek is, nekem ez. És akkor itt van a csatorna ID, azt viszont pedig itt az, ez a channel, és akkor így a perjátok kezdve, és így ezt kijelölitek, és akkor ide beírjátok a csatorna ID, látjátok. Így dobtok egy kézt, most nekem 440 van kereken, ugyebár az előző live-ban értem el, hát remélem meg lesz a több is, és így mi. Ugyanígy szépen hozzáadjátok, böngésző, elnevezitek például sub, legyen így, mert már van olyan név, hogy sub, így, és ott van 440, ezt szépen megint átméretezzük ilyen picikévé, és akkor tegyük fel, most ide rakom középre a subrész megint, így, jó, mi maradna még, mi van még? A chat azt ti itt intézhetitek, ezt is kijelölhetitek, de szerintem oly mindegy, én nekem ez nem annyira tetszik, de rátok bízom, srácok, ez már gyakoriatok. Tudjátok, itt is szintén állígatni mindent. Nekem nem annyira tetszik, de rátok bízom. Na, vissza a feloldalra. Tudtok olyat, hogy sub cél, magyarán feliratkozó cél. Ugye így beállítjátok a feketére, vagy hát az én esetemben fehér, és akkor most jelenleg nekem 440, és akkor a következő live-ra azt látjátok majd úgy is, hogy 450. Itt van ugyanígy jobbklik, megnyitás ugyan, és akkor így ezt kimásoljátok, ugyanígy az OBS-be visszajöttök, jobbklik, hozzáadás, böngésző, most én ezt egybe fogom írni, mert jelen van, sub cél, írhatjátok külön is, oké, okay. Nem másoltam be, így. És amúgy ez egy kisebb egyszerűsítés, ugye ezt így méretezitek, hogyha ide jöttök erre a részlegre, és ide mentek egy szubcél, és ezt az 50-es itt átírhatjátok igazából 60-ra, opá, maradt 50, bocsánat, 50-est írtam újra, átírhatjátok 60-ra, és akkor úgy méretezitek. Na mindegy, most maradjunk így ennyinél. Oké, mi maradjon még? Na, visszatérve amúgy a lájkokra és a nézőkre. Hogyha esetleg egy új live-ot indítatok, akkor mindig most a nézőknél mutatom be, de amúgy a feliratkozás az marad. A nézőknél és a lájkoknál fog majd ugye ezt csinálni, de most a nézőket kell figyelni. De jöjjünk a nézőhöz. És akkor mindig itt az egyenlőségjel és az az endjel között, ami van ilyen magyarán a live ID, na az fog kelleni nektek, és az kell mindig minden egyes live, ami live ID-tek van, mindig azt be kell írni minden egyes live-ozáskor. Most marad, mert ugyebár ez maradt. Na de akkor mi van még? Ugyebár az időzítő, az még van, visszaszámláló így van, beállítjuk a színeket, szépen. Oké, és akkor, na, itt viszont másodpercekről van szó. Magyarán, ugye bár egy perc az 60 másodperc, ugye bár. Én általában legtöbbször 10 percet szoktam megadni, szóval 10 perc szer 6, vagy magyarán, hoppá, 60. Mert 10 perce, és akkor 60 másodperc, ugye bár, és akkor az 600 másodperc. Szóval, és itt van a 10 perc, és akkor ugyanígy nyitottok egy, megnyitottok így, igen, kimásoljátok szépen a linket, amit itt láttok, jó, nyitunk egy újat hozzáad, és akkor böngésző, és akkor vissza,
Oké. És ugyanígy beírjátok ezt. Tökéletes. Viszont ezt én mindig ugyebár nagyba szoktam. Ugyebár én ezt mindig nagyba szoktam hagyni. Körülbelül és... Hát ne ennyire nagyon. Na legyen most ilyen ekkora. Így a szép, így tökéletes. Na de akkor ugyanígy az időzítőnél, mint a nézőknél, vagy a... Papá, nem is jól mondom. Ugyanígy, mint a szubcélnál, az időzítővel is lehet ugyanígy lejátszani. Szóval visszaszámláló és ide jöttök, hogy tulajdonságok. És itt átbírjátok írni, tegyük föl 60, akkor 1 perc magyarán. És akkor itt lesz az 1 perc, de ugyanígy ide is tudtok tintani. És akkor tegyük föl, beírtok egy 6 másodpercet, akkor szó szerint 6 másodperc. És akkor így, körülbelül egy X szerintem ennyit is akartam bemutatni, de azért visszanézek, hogy esetleg kimaradt-e még valami. De szerintem körülbelül ennyi is lenne a cségúban, nem törődök kommentek. Hát egy fő kijelzi a kommenteket, de hát a live-ban chat van, nem komment, szóval megvan, mondhatnám itt minden, ami érdekes. Szóval mindennek a linkjét ugyanúgy le fogom rakni a leírásba, amit ti esetleg szeretnétek, vagy bármi hasonló. És Palix-nak a csatornát szintén megtaláltok a leírásba, esetleg, hogyha szeretnétek feliratkozni rá, vagy valami tetszik nektek a csatornán, akkor ott megtaláltok mindent, esetleg, hogyha valami újítás történik a weboldalon, ugyanígy. Na, srácok, körülbelül ennyi is lenne ez a kisebb tutorial videó, remélem tudtam nektek segíteni. Dobjatok mindenképpen egy lájkot, hogyha esetleg tudtam nektek biztosan segíteni. Ne felejtsetek el, srácok, feliratkozni, és a kis harangot bekapcsolni, hogy mindenképpen kapjatok értesítést az új live-okról, az új videókról, az új tutoriálokról, vagy bármiről, ami jelenleg a csatornán folyik. Na hát akkor én Ervo voltam, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, sziasztok!